Programsorozatot indít a Székesfehérvári Művészek Társasága, melynek helyszíne a kedd délután átadott Felsővárosi Alkotóház lesz. A programsorozat keretében a Felsővárosi Alkotóházba látogató érdeklődők bepillantást nyerhetnek a képző és iparművészek alkotó folyamatába. A ház 2019-ben készült el, de sokáig funkciójáról nem döntöttek. Földi Zoltán megnyitó beszédében elárulta, kezdetben egy bemutató jelleggel működő tájházat szerettek volna létrehozni, de az ötletet idővel elvetették. Később Cserpalkovics Andrással és Lerner Zsolt alpolgármesterrel közösen gondolták ki, hogy a Székesfehérvári Művészek Társaságának egy kiváló helyszín lenne az alkotásra. Ezzel szeretnénk a művészeket segíteni abban, hogy műtermük legyen, hogy alkothassanak, de ezt az alkotó munkát időről időre megnézhessék, akár diákok, akár érdeklődő felnőttek, és itt Földi Zoltánnal, Lerner Zsolttal közösen azt a javaslatot tettük, hogy ez a tájház erre szerintünk alkalmas, és a művészek pedig rábólintottak, hogy szerintük is az. Kis átalakítás történt, egyébként nagyon jó állapotban van az ingatlan. A művészek munkásságába előzetes regisztrációt követően bárki betekinthet. Szabó Szűcs Angéla, a Székesfehérvári Művészek Társaságának vezetőségi tagja elmondta, remek lehetőség számukra, hogy népszerűsítsék munkásságukat. A nyitott műterem, 4 művész található itt, akikhez el lehet jönni, be lehet pillantani, hogy mit csinálnak. Van festőnk, van grafikusunk és textilesünk. A programban Mara Kinga Villő, Srenk Rita Anna, Szabó Anikó és Varga Gábor farkas művészek vesznek részt. A regisztrációhoz szükséges információkat a fehérvári program.hu-n találják az érdeklődők.